Az ötvös emlékév novemberi programjai közül a környékbeli Ötvös József nevét viselő intézmények találkozójára került sor Szomszédoló címmel november 16-án. Az egésznapos rendezvényen főként általános iskolák mutatkoztak be zenei és táncos programokkal. Érkeztek csoportok a szomszédos Ráckeresztúrról, Martonvásárból, Várról, Baracskáról, Csepelről, de még a határon túlról Székelyudvarhelyről is. Kora délután egy rendkívül érdekes múzeumi pedagógiai foglalkozásra került sor egy kötetlen elemi iskolás tanóra keretében az Ötvös József emlékházban, melyet Bogdán Melinda múzeológus és Munkácsi Gyula múzeumvezető prezentált. Én olyat is ismerek, olyat is láttam, hogy sapkájuk, kalapjuk se volt. Előfordult, hogy a papa, nagypapa kalapját, amikor már jó zsíros szalonás volt vagy kilukat, akkor levágták annak a karimáját. A kalap karimáját, a dolgot levágták, és abból csak az a fölfele álló rész maradt, meg jó, belehúzta a fejébe, le volt vágva a karima, még a fülét is védte. Nagyon sok ilyen fényképet is lehet látni, hogy a gyerek ilyen karimátlan kalapba megy az iskolába.